Gábor színművész 30 éve a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött. Már húznak is a kollégák, meg sokan, hogy már meglátni, tudjuk, színész gyerek vagy, tudjuk, színész családból származol, tudjuk, tudjuk. Tehát már cikiznek. De hát ez az igazság, nem tehetek róla. Nagyapám, nagymamám is színészek voltak, két bátyám színész volt, édesapám színész volt, Isten nyugtassa őket. Nem tehetek róla, színész családból származom. De büszke voltam magamra egy időben, mert azt mondtam, hogy én egyedül nem leszek színész. De nem sikerült, mert én elmentem elektrotechnikai iskolába, hogy én bebizonyítom, hogy én nem leszek színész, és édesapám olyan büszke volt rám, hogy végre egy normális ember a családba. De hát sajnos rájöttem, hogy engem ez csak hobbi szinten érdekel. Tehát úgy hivatásnak nem megy. És akkor 1973-ban, 20 évesen kis batyút fölvettem a kis vállamra, és leszerződtem Békés Csabára segédszínésznek. Akkor még nem volt csoportos szereplő, hanem segédszínész volt. És akkor minden évben menni kellett vizsgázni. Színész 3, színész 2, színész 1. És gyakorlatilag ugye 73-ban kezdtem, és 85-ben lettem színész 1 Debrecenbe. Ami azt jelenti, hogy volt olyan vizsga, ahol kirúgtak, tehát nem feleltem meg. De közben hát ott voltam Békéscsabán, aztán Debrecenben, és 85-ben szerződtem gyakorlatilag Szegedre, mert amikor én ott Debrecenben színész egy lettem, akkor elkövettem azt a fantasztikus ötletet, hogy az igazgatónak mondtam, hogy én most már színész egy lettem, akkor én ugye ugyanolyan beosztást és besorolást kapok, mint a főiskolát végzett színészek, és ugyanolyan szerepeket is fogok játszani. Addig is jó szerepeket játszottam, csak ugye a fiatal színész még többre vágyik, még nagyobb szerepekre. És akkor mondta az igazgató, hogy persze, hát hogyne, természetesen, óha. És aztán jött a szerződtetési tárgyalás, és akkor mondta az igazgató úr, hogy a fejlődésem érdekében nagyon jó lenne, hogyha itt hagynám ezt a színházat, és elszerződnék valahová, mert ő nem tudja nekem azokat az igényeket biztosítani, amit én így elvárnék. És akkor Sándor Jánost felhívtam, aki akkor itt főrendező volt. Én ismertem őt már Debrecenből, mert 78-ban, amikor oda szerződtem, akkor szintén főrendező volt. És hatalmas szerencsém volt, mert szép és kedves emlékű Ragó Iván kollégám éppen felszerződött Budapestre, és így megüresedett egy olyan hely, ami nem főiskolás hely volt. Mert a Jakab Tamással, Kőszegi Ákossal együtt szerződtünk, de ők ugye mivel főiskolát végeztek, tehát ők egy nagyobb státusz várt rájuk. Az Ivánnak pedig nem volt főiskolája, tehát így státuszilag be tudtam kerülni az ő fizetési plafonjába. Nyilván az Ákos meg a Tamás azért gondolom, hogy jobb kondíciókkal szerződött ide, de a lényeg, hogy így hárman szerződtünk akkor 1985-ben. 30 évvel ezelőtt a Szegedi Nemzeti Színházba. Nehezen szoktam meg a várost, mert én pécsi és miskolci gyerek vagyok, tehát én az Alföldet nem szeretem. Most is elég nehéz, ha Tisza nem lenne, akkor meg a feleségem, akit ugye itt ismertem meg a Rónaiban, a táncművész. Ha ők ketten nem lennének, akkor elképzelhető, hogy már nem lennék Szegeden, mert nem tudom megszokni az Alföldet. Én hegyes gyerek vagyok, de a Tiszát élvezem, tehát a Tisza az rendben. Még volt ugye a pozitívum, hogy a Beátát 86-ban a Her produkció, 86 januárjában volt a Her, és akkor jöttem össze a Beával, és gyakorlatilag ez már ugye 28-29. Éve jöttünk össze, és 12 évvel ezelőtt, amikor én 50 éves lettem, akkor ő megkért engem, hogy 50 éves születésnapom alkalmából ajándékként elvenném őt esetleg feleségül, mert ő elég rossz állapotban van, ami így is volt, mert ő 17 éve kapott egy sztrókot színpadon, és a jobb oldala lebénult,
és soha nem volt menyasszony, nem volt soha férje, és így megkért engem, hogy ajándékgyanánt, hogy mint 50 éves születésnapomra ajándékként, hogy elvenném-e feleség. Mondhatnók azt, hogy boldog házasságban élünk. Egyszer kaptam Dömötör díjat, először is utoljára, tehát én egyszeres Dömötörös vagyok, és fölkerültünk mindketten a sztárok falára, ugye a Brunóiban, hát én ugye a Beával, és még egy nagyon kedves emlék, 11 évvel ezelőtt a Jatén az én színdarabommal nyitottuk a felolvasó színpadot, a jó emlékezetű Székely József indította el ezt a, hogy minden évben egy felolvasó színpad van. Most úgy látom, hogy most idén meg tavaly nem volt, és én írtam egy színdarabot 15 éve rólunk, Öltöző címen, és ezt ott a Jatén bemutattuk, nagyon szép siker volt. Az is egy szép emlék a 30 év alatt. És van még a sport. Most már harmadik éve megyünk a Színész Olimpiára a kis csapatunkkal, ami 17 érmet nyertünk most idén, tavaly 11-et. Ott sikerült úszásba aranyat is szereznem. Úgyhogy ez is nagyon szép emlék. Közel 177, ha jól emlékszem, a 177. szerepem volt az Üvegcipő. Ilyen gyűjtögetős vagyok, tehát fényképben is mindenben, tehát 177. szerepem volt az Üvegcipő. Mondok tánca volt a címe, és a Leventével, Király Leventével volt szerencsém a két főszerepet eljátszanunk, és azt én nagyon szerettem, azt az előadást, Bodolai Géza rendezte, és nagyon-nagyon jól is. A Bolondok tánca után következő évben mutattuk be a Revizort. És mivel hasonló szerep volt, amit játszottam, mint a Hlesztakov, a Revizor, egy ilyen szélhámos, és én valahogy beleéltem magam, hogy az természetes, hogy azt csak én játszhatom ezek után. És akkor azt úgy fejembe vettem, hogy az nekem a szerepálmom, mert hát remek szerep, hát híres szerep. És nagyon-nagyon beleéltem magam. Úgy megígérni nem ígérte meg senki, tehát nem mondta senki, hogy azt te fogod játszani, csak én eldöntöttem, hogy azt nekem kell játszani. Hát az Bolondok tánca után azt nekem kell játszani. És akkor fölhívott a Géza, hogy ő találkozott egy fiatal színésszel, a Kancsár Józsival, és hogy ő milyen színész, mert ő nem ismeri, csak így találkozott vele, de nagyon szimpatikus neki, és ő úgy gondolja, hogy a Revizort azt neki kell játszani. Hogy milyen színész ő. Na, én ott összeomlottam. Hát a Józsi jó színész, hát azzal nincsen probléma, csak úgy én szerettem volna játszani ezt a szerepet. Nyugodj meg, te leszel a szolgája. Major Tamás egyik nagy szerepe. Ha Major Tamásnak megfelelt, akkor neked is meg fog felelni. De Géza, én a Hlesztakovot szerettem volna játszani, de azt a Józsi fogja játszani, mert én azt úgy. Eljátszottam a szolgáját, és minden előadás egy tör volt a szívembe. Állítólag jó sikerült. Az előadásnak nem volt olyan nagy sikere valamitől, mert azért már Bodola is előadás volt egy kicsit. De valóban nekem jól sikerült, szerettem. De én minden előadáson abba belehaltam. Mert ezért nem jó, hogyha egy színész eldönti, elképzel, hogy most azt úgy szeretni, mert... És nem is biztos, hogy jó lettem volna benne, hát az egyáltalán nem biztos. De az egy nagyon érzékeny pont volt. Tehát ez... És a West Side Story volt ugye most a két éve, most már harmadik éve, ami úgy, és sok-sok-sok kis karakter, ami nekem nagyon jó, mert nekem az a kihívás. Mert én úgy érzem és úgy gondolom, hogy egy főszerepet azt azért könnyebb, mert
szinte uralja az előadást, mindig ott van, ha hibázik, bárhol kijavíthatja, viszont ha nekem van egy vagy két jelenetem, ott nincs mese. Ott föl kell venni az előadás ritmusát, ott nem lehet hibázni, és utána kész. Nem tudok még egyszer megmutatkozni. És én tapasztaltam, hogy sok-sok olyan színész és színésznő jött hozzám, hogy segítsek nekik, mert ők főszerephez vannak hozzászokva, és kaptak egy ilyen karaktert, egy-két jelenetet, és nem tudják, hogy kell ezt megközelíteni. Hát én meg ezen nőttem föl, hát én így lettem színész. Ugye, mert kijönnek a főiskoláról, akkor rögtön főszerepeket játszanak. Tehát főiskolán pici szerepet esetleg játszogatnak, de ugye főiskolás kijön a színpad a főiskoláról, vagy most már egyetem, akkor nem pindurka szerepekkel kezdik. Én meg 20 évesen a kocsi előáll, tálcán a fácán, én így kezdtem, így mentem föl. Tehát tudtam azokat a fogásokat, hogy mit kell, milyen maszk. Most már a maszk sem divat, a ragasztás paróka sem divat. Mindenkinek magát kell adni. Mi meg annak idején az életünk színészek, hogy belebújjunk egy figurába, és én büszke voltam arra, hogy engem szinte soha nem ismertek meg, mert valamilyen maszk mindig volt rajtam, tehát egyszerűen esetleg a hangomról megismertek. Tehát én ezért lettem színész. Én most már a mai eszemmel, ezzel a színészettel nem lennék színész, mert én nem vagyok egy akkora súlyos karakter, hogy rám úgy odafigyeljet. Tehát nekem mindig meg kellett támogatnom azt a figurát egy festéssel, egy frizurával, egy parókával, egy szakállal, egy tartással, egy beszédstílussal, hogy oda kapja ezt ki, és akkor nézik, ahogy hívják ott, hogy ez nem tudom ezt ki. Most már meg az, hogy ő, igen, tudjuk, ő az, ő, és tudjuk, hogy minden darabban ő saját magát, azt az erős egyéniséget hozza. Ez úgy engem nem. Tehát azért vágyom pici szerepekre, hogy piciből egy kicsit nagyobbat tudjak csinálni, esetleg azzal, hogy más hanghordozás, más frizura, vagy valamit. Próbálkozom színezni. Sokszor leintenek a rendezők, hogy Soma, ne színezz. Ne játsz, könyörgöm. Mert én már nem tudok kibújni a bőrömből. A mai fiataloknak ez nem probléma, mert az egyetemen is már úgy tanítják őket, hogy csak magadat add. Már nincs is maszkóra. Hát régen volt maszkmesterek, tanítottak a főse, hogy kell ragasztani, hogy kell festeni. Ma már nincs. Ma mindenkinek saját magát kell adni. Csak szerintem ez egy idő után unalmas lesz, amikor egy színészt látnak már 10-szer, 15-ször, már le lehet kottázni, hogy hát ugyanaz a hangkódot, mert ő egy erős egyéniség. Tehát én nem ezért lettem színész, ami most van. Divatban, úgymond, és most rendezői színházban. Minden színész máshogy éli meg, nyilván, van, akinek ez nem, de minél idősebb vagyok, annál izgulósabb vagyok. Annál több a vesztenivaló, hogy egy 40-en túli, aki már 42 éve a pályán van, az nem hibázhat, kérem. Egy fiatal színészen nincs tétje, én vagyok a fiatal. Jó, majd jövőre már nem hibázik. De minél idősebbek vagyunk, annál idegesebbek, nem csak én. Érezzük az idő vasfogát, úgymond, hogy milyen hamar elment ez a 30 év, de hát remélem még egy 30-as benne van.